A sajtkészítést Svájcban tanulta, a tejelő szarvasmarhatartás pedig már 18 éves kora óta műveli. Ficsor Árpád Dunaharasztiban lévő családi gazdasága az ország egyik legkorszerűbb szarvasmarha telepe és kézműves sajtműhelye is egyben. Az istállóban robotok gondoskodnak a jószágokról, a tehenek pedig maguk döntik el, hogy legelőre mennek, vagy éppen a fejő robotot keresik fel. E kistermelői gazdaságot választotta az Agrártárca a Válaszd a Hazait kampány nyitó helyszínének. A magyar gazdaságot és termelői szektort erősíteni hivatott programban azt szeretnék bemutatni, hogy miért érdemes hazai termékeket vásárolni, és mi lehet e vásárlói döntés hozadéka. A tudatos vásárlói döntés a magyar termék mellett dönt, akkor érdemes fejleszteni mindenkinek. És ahelyett, hogy csak tejet állítanánk elő, mennyivel másabb jövedelmi kategóriája van egy tejfölnek, túrónak, kefirnek, sajtnak, hogyha azt visszük a piacra, és nem csak a tejet próbáljuk eladni. Ez az, ami fontos, hogy el tudjuk érni, hogy egy hektáról így jóval nagyobb jövedelmezőségi szintet lehet elérni. Azaz, a kisebb terület is képes lesz eltartani egy családot. Egy fiatalnak sokkal vonzóbb lehet majd beállni atyai örökségébe, hogyha azt látja, hogy milyen életszínvonalat, életnívót tud ezzel megélni. És az, hogy neki ilyen terméke van, arra pedig büszke lehet. Gondolom nem véletlen, hogy éppen itt van a Válaszd a Hazait kampány sajtótájékoztatója, ahol kézműves sajtokat állítanak elő. Megkóstolta már ezeket a sajtokat? Természetesen igen, és azért is akartunk idejönni, hogy ezt a csodát megmutassuk másoknak is. Hiszen nem véletlen az, hogy a sajtosok közül nyeri a versenyt szerte a világban, és a francia sajtkészítők versenyében is ők hozzák el mindig az aranyérmet. Na, ilyen lehetőségeink vannak. Azt kell tudatosan a fejünkben eldönteni, hogy az a biztos, az a finom, az az igazi, amit itt helybe állítunk elő. Persze közel sem könnyű a gazdálkodók sikerhez vezető útja. A prémium sajtokat előállító Ficsor tehenészet is csaknem 20 évnyi kemény és számos anyagi nehézséggel tűzdelt időszakot tudhat maga mögött. Most 110-120 tehénnel dolgozunk, ez egy magyar tarka törzstenyészet, ami a bionövénytermesztésünkből megtermelt takarmányokat fogyasztják. Azt mondják, hogy ön Svájcban tanulta a sajtkészítést, így van ez? Hát félig meddig igen. A legjobb tanácsokat mindig Svájcból kaptam. Van kint egy barátom, aki nyugdíjas korára a hegyekbe költözött, ott, ahol a legjobb, tényleg az egyik legjobb sajtokat készítik. És akkor ő bátorított az ő hitével arra, hogy ha ők meg tudják csinálni, akkor én miért ne tudnám, mert azért egy kis magyar hitetlenség volt bennem. A Válaszd a Hazait kampányban felszeretnék hívni a figyelmet arra is, fontos volna, hogy a hazai élelmiszer ellátás gerincét a családi gazdaságok, a magyar élelmiszer előállító és feldolgozó kis és középméretű vállalkozások alkossák.